A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük, testvéreim, a 155. éneket. A 155. énekünk így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, megalázzuk magunkat előtted, és dicsőítünk téged, mert egyedül te vagy méltó minden dicséretre. Valljuk, hogy egyedül te vagy Isten, te teremtetted az eget és a földet és mindent, ami azokban van, s hisszük, hogy te alkottál minket is. Köszönjük, atyánk, hogy mindannyiunkkal szép terved van, és mindnyájunk számára elkészítetted azt, amire szükségünk van ebben az életben és az örökké valóságban. Megvalljuk bűnbánattal, hogy oly sokszor nem gondolunk erre, vagy egyenesen kétségbe vonjuk ezt. Bocsáss meg, hogy szűkös fantáziánkkal téged is olyannak gondolunk el, mint amilyenek mi vagyunk. Valljuk, hogy nem ember az Isten. Szeretnénk téged úgy dicsőíteni, mint aki kezedben tartod ennek az általad teremtett világnak a kormányát. Magasztalunk azért, mert te tartod fenn, te viszed célja felé. Áldunk téged, megváltó Urunk Jézus Krisztus, hogy életedet adtad mindannyiunkért, és azért jöttél, hogy életünk legyen, és bőségben legyünk. Eléd hozzuk bűnbánattal sokféle szükségünket, és megvalljuk, hogy magunk vagyunk az oka annak, hogy nem telik igazán szeretni, megbocsátani, örömmel szolgálni egymásnak. Kérünk, engedj most magad elé minket, és a te jelenlétedben hadd tudjunk helyesen tájékozódni. Olyan nehezen ismerjük ki magunkat az élet útvesztőjében, olyan könnyen célt tévesztünk, hamar elcsüggedünk vagy elbizakodunk. Kérünk, hogy legyen szabad hozzánk, és a te igéddel tégy mindent az azt megillető helyére az életünkben. És segíts, hogy mi is visszazökkenjünk a helyünkre. Hadd legyünk mi a te gyermekeid, atyánk, akik bízunk benned, akiknek a reménysége a te ígéreteidre épül, akik számolunk veled és számítunk rád. Munkáld bennünk, kérünk, ezt a bizalmat és hitet most is igéddel. És közben kérünk, adj erőt a terheinkhez,
bocsánatot a bűneinkre, szabadulást minden megkötözöttségünktől, adj nekünk ajándékokat, hogy tudjuk ajándékozni egymást. Amen. Isten igéjét a Bírák könyve 8. részéből olvasom, a 8. rész első 12 verséből, amit ülve hallgassunk figyelemmel. A Bírák könyve 8. részének első 12 versében így szól Isten igéje. Az efraimiak ezt mondták Gedeonnak, mit tettél velünk? Miért nem hívtál bennünket, amikor harcba indultál Midian ellen? És hevesen pöröltek vele. Ő azonban így felelt nekik. Ugyan mit tettem én hozzátok képest? Nem többet él Efraim böngészése Abiézer szüretjénél. A ti kezetekbe adta Isten Midian vezéreit Órébet és Zeébet. Hozzátok képest mit tudtam én tenni? Amikor így beszélt, megenyhült az ellene támadt indulatuk. Gedeon pedig megérkezett a Jordánhoz, és átkelt 300 emberével. Fáradtak voltak, de folytatták az üldözést. Ezt mondta a Szukkótban lakóknak, adjatok néhány kenyeret ennek a népnek, amely engem követ, mert fáradtak, pedig nekem üldöznöm kell Zebahot és Szalmunát, Midian királyait. Szukkót vezetői azonban ezt felelték. Talán már a kezedben tartod Zebahot és Szalmunát, hogy kenyeret kívánsz tőlünk a seregednek. Gedeon ezt mondta. Ezért majd, ha az Úr kezembe adja Zebahot és Szalmunát, akkor a pusztai tövissel és tüskével csépelem végig a testeteket. Onnan fölment Penuélba, és ugyanúgy szólt azokhoz is. De a Penuélban lakók is ugyanúgy válaszoltak, ahogyan a Szukkótban lakók. Akkor ezt mondta a Penuélban lakóknak, ha békében térek vissza, lerombolom ezt a tornyot. Zebah és Szalmunna Karkorban voltak táborukkal együtt, mintegy 15 000 ember. Mindazok, akik megmaradtak a keleti törzsek egész táborából, 120 000 kardforgató ember pedig már elesett. Gedeon a sátorlakók útján vonult fel, Nóbachtól és Jogbohától keletre. Megverte a tábort, mert a tábor biztonságban érezte magát. Zebah és Szalmunna elmenekült, de ő üldözőbe vette őket, és elfogta őket, Midian két királyát, az egész tábort pedig szétverte. Kedves testvéreim, nemrégiben olvastuk sokan a kalauz szerint Gedeon történetét a Bírák könyvéből. Két csütörtöki Isten tiszteleten is erről a történetről volt szó. Figyeljünk most ennek a befejezésére. Ebben a végső szakaszban is sok fontos, tanulságos üzenet szólal meg. Az egész történet arról szól, hogy Isten csodálatos nagy szabadítást adott Gedeonon keresztül, úgy, hogy 300 vitéz elől megfutamított egy 135 000 fős ellenséges sereget. Úgy tette ezt Isten, hogy összezavarta az ellenséget, és szerencsétlenek egymást kaszabolták le. Gedeonéknak már csak az jutott, amit itt olvastunk, kiűzni őket az országból. Az egész készülődés, az a nagyon nehéz éjszaka, a folyamatos koncentrálás, az Istennek való feltétel nélküli engedelmeskedés azonban kifárasztotta Gedeont és kicsi seregét. Úgyhogy ezután a nagy szabadítás után méltán mondhatták volna, hogy most egy kis pihenés következik. És ez a szakasz arról szól, hogy nem ez következett. Gedeon még három nehéz feladat előtt állt itt. Három csapda volt az ő útján. És mivel ezek jellegzetesen olyan csapdák,
amikkel a hit útján is minden hívő ember előbb-utóbb, vagy akár többször is találkozik, ezért érdemes ezeket most sorra vennünk, és ezeknek a hitbeli jelentését is megértenünk. Az első éppen ez volt, hogy miután Isten szabadítást adott, ők nem ültek a babérjaikon. Főleg azért nem, mert nem voltak babérjaik. Mert tudták, hogy a szabadítást Isten adta. Nekik ebben semmi érdemük, viszont most van Istentől kapott feladatuk. Gedeon eltökélt ember volt, és úgy gondolkozott, hogy ha megkevesbedett is az ellenség, de attól az még ellenség, és egyetlen ellenséges katonát sem enged ott maradni a nép között, mert annak súlyos következménye lehet. Egészen szét kell velni a tábort, ahogy itt olvastuk. Minden ellenséges midianitát ki kell űzni az országból, vagy el kell pusztítani. Az ellenséggel nincs alku. Ezért kerül sor erre az üldözésre, és valóban el is érték ezt a célt. Most Gedeonékkal nem akarok tovább foglalkozni, hanem ezen gondolkozzunk el, hogy sok hívő ember ott akad el, hogy elindul a hit útján, Isten nagy győzelmet, nagy szabadítást ad a megtérés után. Sokan átéltük azt, mit jelent, hogy lehullanak rólunk kényszergondolatok, szenvedélyek, bilincsei. Szabad lesz az ember gondolata, gondolkozása, egész érzelemvilága Isten számára. És ennek a nagy szabadításnak az örömében az ember leül. És azt mondja, hogy mostan mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. És nem csinál semmit. Gedeontól ezt kell megtanulnunk, hogy az ellenség, ha egy szál maga van, akkor is ellenség. A bűn, ha finomabb, láthatatlanabb formában van is jelen, attól az még bűn, és elsodor Istentől. Nem csak a látható, látványos, nagy bűnöktől akar Isten megtisztítani minket. Nem csak látható kárt okozó szenvedélyek bilincseit oldozza le a benne hívőkről, hanem a gondolatainkat, az érzéseinket, az indulatainkat, az egész belső világunkat is meg akarja tisztítani. És ahogy Gedeon nem ismert alkut és kiegyezést az ellenséggel, úgy a hitre jutott embernek sem szabad megalkudnia soha a saját bűneivel. A bűn ellenség. Egyik reformátorunktól szoktuk idézni ezt a mondatot, vagyon három ellenségem, ördög, világ, saját testem. Az ördög fölött diadalt altott Jézus Krisztus a kereszten. De a legyőzött ellenség is ellenség. És legyőzött állapotában is sok kárt okozhat azoknak, akik cinkosául szegődnek, vagy nem veszik észre, és megtűrik a munkáját az életükben. A világ, vagyis az Isten nélküli, Isten ellenes gondolkozásmód, mert ezt jelenti ez a szó az Új Szövetségben, a világ ezer csáppal, polipkarokkal nyúl, a hitre jutottak után is. És mi ebben a világban élünk. Ebben a világban kell úgy élnünk, mint akik nem e világból valók. Mint akik újjászületett emberek. És ez egyáltalán nem könnyű. Ez is harcot jelent, és megalkuvást nem tűr. A saját testünk meg a maga sokféle követelésével szintén sok gondot okoz, és sok feszültség forrása lehet. Ahhoz, hogy valaki egészségesen növekedjék, fejlődjön a hitében, számolnia kell ezzel a harccal. Pál apostol a Galata levél 5. részében részletesen ír erről. Aki győzelmesen akarja harcolni ezt a lelki harcot, olvassa el otthon ezt a fejezetet. A fejezet summája a 17. versben így hangzik, a test a lélek ellen küzd, a lélek pedig a test ellen, és ezek egymással ellenkeznek, hogy ne azt cselekedjétek, amit akartok. Ez már hívőknek szól.
akik azt akarják, amit Isten akar, akik egyetéltenek Istennel, és szeretnének engedelmeskedni. Ez a három ellenség azonban újra és újra közbeszól, ördög világ saját testem, és beindul egy harc. A nem hívő emberek életében nincs ez a harc. Ott nagy békesség van, együttélés a bűnnel, az Isten elleni lázadással. A hívő ember azonban harcolja ezeket a harcokat. A kérdés csak az, hogy mi harcoljuk-e. Ezzel józanul számolni kell, ezt tudomásul kell venni, és föl kell venni ezt a harcot. Mert győzelmek csak harcok közben születnek. Gedeon eltökélt ember volt, nem ismert megalkuvást. Olyan szomorú azt nézni, amikor sokszor hívő emberek is mentegetik a bűneiket, magyarázzák a hibáikat, védelmükbe veszik atyáiktól örökölt hiába való természetünk tulajdonságait, amikor a bűnből erényt csinálunk, amikor szemet hunyunk bármilyen tisztátalanság fölött, ami az életünkben ott van, amikor cinkosául szegődünk az ellenségnek, a kísértőnek. Gedeon példája bátorítson minket arra, hogy a hívő ember nagy lehetősége és feladata, hogy mindenre, ami nem Istentől való, tiszta és szent, nemet mond. Nemet mond rá ma is, holnap is, és mivel jelentkezni fog a kísértés holnap után is, mégpedig azért mond nemet, mert egyszer és mindenkorra igent mondott Isten szeretetére, kegyelmére, a vele való szövetségre. Ez tehát az első, ez az ellenséggel szembeni elszánt, eltökélt, következetes harc, amire Gedeon jó példát ad nekünk. A másik támadás nagyon kényes helyről jött, a testvér részéről. Gedeon a Manassé törzséből származott. És itt azt olvastuk, hogy az efraimiek fölháborodtak, és hevesen pörölni kezdtek vele. Manassé és Efraim József fiai voltak, tehát a két törzs testvér törzs volt. És mi volt ennek a heves pörlekedésnek az oka? Az, hogy amikor elkezdték Gedeonék a nagy honvédő háborút a midianiták ellen, nem hívta harcba külön az efraimieket. Minden törzsnek lehetett volna annyi esze és felelőssége, hogy gyerünk, fogjunk össze, mert ez közös ügy. Ők nem jöttek. Gedeon külön nem hívta őket, most azonban, amikor az ellenség megmaradt serege Efraim területén próbál menekülni, és aztán majd a Jordánon átkelni, Gedeon értesíti a testvértörzset, hogy ne engedjétek őket át. Rajtatok keresztül szeretnének menekülni, zárjátok le az utat előttük, mi meg hátulról üldözzük őket, két tűz közé kerülnek, és így fogjuk szétverni őket. Az efraimiak azonnal el is indultak, el is fogták a menekülő két királyt, és kivégezték őket. És ezek után, mikor Gedeon még üldözné a továbbiakat, megállítják és elkezdenek hőbörögni. Keményen pörlekedtek vele. Miért? Mert hogy nem hívta őket idejében. Hát külön kérvényt kellett volna mindenkinek benyújtani, mikor mindenki tudta, hogy most mi a feladatunk. Miért nem jöttek? Gedeon lehetne fölháborodva, hogy a testvértől sem jön segíteni a közös ügyben. De miért pörlekedtek? Azért, mert kimaradtak a nagy dicsőségből, a nagy győzelemből, és azért, mert féltek, hogy így kimaradnak a zsákmányból is. És a pénztárcája mindig nagyon érzékeny pontja volt mindenkinek. Ezért pörlekednek tehát, és mi lesz most? Mit csinál Gedeon? Méltán fölháborodhatna, és mondhatná azt, hogy még nektek áll főjebb, ott hagytatok magamra, amikor elindult ez a nagy harc, csak most külön kérésre, mivel a ti területetek is érintett, csak most szálltatok be ebbe, nem szégyellitek magatokat? Én lehetnék fölháborodva, mondhatná Gedeon. Vagy mondhatná azt, hogy gyerekek, ne most,
Hadd jussunk a végére, most azt se tudom, mit csináljak, így is fáradtak vagyunk, majd utána elintézzük, nem most vitatkozzunk. De nem ezt teszi, hanem mit mond. És ez gyönyörű példa. Ez egy csodálatosan szép jelenet. Ha egy kicsit beleéljük magunkat ebbe a feszült helyzetbe, akkor ragyog igazán ez, mint szép példa. Hevesen pöröltek vele. Ő azonban így felelt nekik. Ugyan mit tettem én hozzátok képest? Nem többet ér Efraim böngészése Abiézer születjénél? Abiézer volt Manassének a másik neve. A ti kezetekbe adta Isten Midian vezéreit, Órébet és Zeébet, hozzátok képest mit tudtam én tenni? Amikor így beszélt, megenyhült az ellene támadt indulatuk. Nem szép? Azt mondja, hogy hát ti vagytok igazán a hősei ennek a nagy csatának. A ti kezetekben van a legyőzött népek két királyának a feje. A mi születünk, amit mi eddig tettünk, az semmi ehhez a böngészéshez képest, amit ti most itt rövid idő alatt a magatok területén elvégeztetek. Különnek tekinti a háborgó efraimiakat önmagánál. Szelíd marad. És a szelíd szó, ahogy olvassuk a példabeszédek könyvében, megtöri a csontokat. Gedeon tudnilik azonnal érzékelte, hogy ez életveszélyes pörlekedés. Más se hiányzik, csak hogy most ugorjon egymásnak két testvértörzs, mikor az ellenség egyik lába még bent van az országban. Itt most össze kell fogni félretéve minden érzékenykedést, és mindent, ami elválaszthat, vagy szembeállíthat minket egymással, és Gedeon nem vevő ezekre a sértő megjegyzésekre. Mondhatnak róla, amit akarnak, ő Istent nézi, mert azt mondja nekik is, hogy az Úr adta kezetekbe ezt a két királyt, a közös ügyet nézi, és az egész nép jövőjére van tekintettel. Aztán, hogy őt most minek nevezik róla, mit gondolnak, őt hogy sértegetik, ez teljesen mellékes. Ebből nem szabad ügyet csinálni, mert az ügy, a nép jövője és Isten dicsősége, az a fontos. És kész félreállni és egészen kicsivé lenni. Ha emberileg nézzük, azt mondhatjuk, hogy ennek a nagy csatának a hőse Gedeon volt. És ő itt egész kicsi lesz, és azt mondja, hogy ti vagytok a nagyok, ti vagytok a hősök. Ott van a kezetekben a két ellenséges király feje, és ez az igazi teljesítmény. Ehhez képest mit tettem én? Újra és újra eszembe jutott az a sokat énekelt énekvers, amit az Úr Jézushoz intézett imádságban mond az énekszerző. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd. Gedeon itt egész újszövetségi magaslatokon jár. Olyan helyzetben marad alázatos és szelíd, amikor méltán őt lehetett volna ünnepelni, vagy sajnálni, és a többieket dolgálni, és ő ehelyett a többieket dicséri meg, ami jó bennük, azt feltétlenül szóvá teszi, a hibáikról most nem beszél, mert itt most nem szabad egymásnak esni. Itt az ellenséget kell kiűzni. Sok mindenre szép példa ez, ezt most megint nem gondoltam részletezni. Csupán azt szeretném megemlíteni, hogy itt többről van szó, mint az első pontban, hogy a bűnt, mint ellenséget tartsa távol magától a hívő ember. Itt már arról van szó, hogy Gedeon nem csak az ellenség fölött aratott győzelmet, Isten segítségével, hanem a maga természete fölött is. Hiszen annyira emberi lett volna az, hogy kikéri magának. Vagy utólag jön és keserűen beolvas nekik. Ez lett volna emberi. De vajon az újjászületett ember természete is emberi, ahogy azt mondani szoktuk? Nem új emberinek kellene annak lennie, vagyis Krisztusinak?
Az újjászületésben éppen azt a nagy lehetőséget adja meg nekünk Isten, hogyha hitáltal benne él Krisztus valakiben, akkor ne takarjuk el a bennünk élő Krisztust, hanem őt engedjük előre mindig. Ő hadd szólaljon meg rajtunk keresztül, az ő szemével lássuk a valóságot. Az ő szent lelke vezesse a nyelvünket, de még az indulatainkat is. Az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban. Én álljak félre, és a bennem élő Krisztus érvényesüljön. És ő eltakarja az én atyáimtól örökölt hiába való természetemet. Ehelyett nagyon gyakran az történik, hogy hívő emberek is az atyáiktól örökölt hiába való természetüket meg akarják őrizni. A bűneikre bocsánatot kértek és kaptak, és sok bűnüktől meg is szabadultak. De még megmarad a természetünk. És ebből jön az, hogy hívő ember is, ha nagy természetű volt hitetlennek, akkor nagy természetű maradt hívőnek is. Akkor, mikor hitre jut, elkezd rendezkedni itt a gyülekezetben, mindent át akar alakítani, mert értsen meg, hogy ő neki nagyszerű adottsága van a szervezéshez. Igen ám, drága testvér, de itt a Szentlélek szervezi a dolgokat. És ő szervez minket is. És akár mi van valakinek nagyszerű tehetsége, ha nem veszi tudomásul, hogy először is azt Istentől kapta, és azt Isten akarja használni arra, amire ő akarja, vagy nem akarja használni egy ideig, amit adott az embernek, hanem minket akar használni arra, amire ő akar, és lehet, hogy valami számunkra nem kedves, vagy megvetetnek tartott szolgálatot bíz ránk, és az is nagy kitüntetés, ha ő bízza ránk, na de ezt meg kell tanulni. Attól kezdve nem a magam ura vagyok. Vagy akkor ne nevezzem őt uramnak. Akkor mondjam ki, becsületesen, hogy én a magam ura akarok maradni. Ez tiszta beszéd. Akkor ebben benne van az, hogy engem nem érdekel Isten. Akkor meg nem magyarázzam azt, hogy milyen kegyes vagyok és milyen hívő. Ha pedig valóban hiszek benne, a hit mindig engedelmeskedést is jelent. Mégpedig feltétel nélküli engedelmeskedést. Szembenézve a saját romlott természetemmel is. Gedeon példája itt bátorít minket arra, hogy ez lehetséges. Ha egy edényben puskapor van, és azt nagy ütés éri, akkor valószínűleg fölrobban. De ahogy mondani szokták, ha egy mézes üveget ér nagy ütés, abból akkor is édes méz folyik ki. Nos, az ilyen helyzetekben derül ki, hogy mi van itt belül igazán. Van-e még puskapor, ami robbantható, vagy pedig már egészen tele van a hívő Jézus indulatával, és ha akármit csinálnak vele, akkor is Jézus indulata árad belőle. Hálás vagyok Istennek, hogy ismerek, és gyerekkoromtól kezdve ismertem ilyen hívőket, akikkel tényleg bármit lehetett csinálni. Nem voltak ők mulyák és bambák, erről volt szó a múlt héten, de szelídek voltak. Krisztusi szelídséggel nem lehet megsérteni őket. Aki könnyen sértődik, az nézzen bele az ige tükrébe, és legyen szíves megmosakodni, és megszabadulni ettől a bűntől, mert ez az atyáitól örökölt, hiába való természetre jellemző. Jézus Krisztust nem lehetett megsérteni. Tessék mondani egyetlen esetet az evangéliumokból, amikor ő megsértődött. Pedig milyen gonosz durva rágalmakat szóltak rá. Ott van-e a szívünkben ez a vágy, hogy szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd. Mert akkor tudunk az ilyen kényes, talán váratlanul előállt helyzetekben úgy viselkedni, hogy azzal nem szítjuk a feszültséget, az indulatokat, az ellenségeskedést, hanem lecsendesítjük azokat. És olvastunk itt még valamiről, ami aztán végképp zavarba hozza az embert. Ezek után, hogy lecsendesítette a testvértörzset, és azok kihúzhatták magukat, hogy milyen nagy hősök voltak,
tovább üldözik az ellenséget, mert ellenség nem maradhat az országban, nagyon fáradtak és nagyon éhesek már. És két város esik útba, ahogy az országból ki akarják kergetni a midianitákat. Ez a bizonyos Szukkót meg Penuel. És Gedeon természetesnek tartja, hogy ennek a két városnak a lakói, akik szintén nem vettek részt a védekező harcban, legalább most itt az utolsó felvonásnál valami segítséget adjanak. Ezek az emberek két napja nem ettek semmit, üldözik az ellenséget, éjszaka nem aludtak, mert akkor történt a nagy szabadítás. Adjatok már néhány kenyeret nekik, kérjük tőlük. Hát magától értetődő, hogy az utolsót is odaadják azoknak, akik éltük is harcolnak. De nem, hanem elhangzik ez a gonosz válasz, hogy vajon legyőzted már őket egészen? Majd ha legyőzöd, akkor adunk. És itt Gedeon begurul. Azt mondja, hogy rendben van. Amikor Isten a kezünkbe fogja adni őket, és visszafelé jövünk, tüskés ágakkal csépelünk végig benneteket. És ezt meg is tették. A győzelem után azt már nem olvastam, visszafelé szépen a mesztelen hátukat végig csépelték tüskés ágakkal. Miért? Itt az ember megörökönyödik. Eddig tartott Gedeon szelítsége. Az előbb, abban a feszült helyzetben is, amikor sietni kellett volna, türelmesen magyaráz a testvér törzsnek, hogy ne legyen harag belőle. Most meg előkapja a tüskés ágakat és végigveri őket. Ott nincs határa a szelítségének, itt meg haragra lobban. Mi az oka ennek? Nagyon világos a magyarázat, valószínűleg tartom, hogy a legtöbben a testvérek is maguktól rájöttek és tudják. Az első esetben személyes sérelemről volt szó. És ott nincs harag, nincs helye sértődékenységnek és haragnak. Ebben az esetben viszont Isten dicsőségéről volt szó. Ezek az emberek nem Gedeon citták, végső soron Istent gyalázták. Mert Isten megígérte, hogy kezetekbe adom őket. Erre Gedeon emlékezteti is őket. És ezek után mondják, hogy ho-ho, majd ha az megtörténik. Mert hát, ha mégsem. És ha mégsem győzöd le őket, azok visszajönnek, és nekünk jó pont lesz az, hogy nem segítettünk titeket. Érzékeljük ezt a gonosz számítást? És hogy milyen Isten gyalázás van e mögött? Ó, az Isten mondhat, amit akar. Nektek állítólag azt ígérte, hogy kezetekbe adja. És ha nem, hát ha Isten nem mond igazat. Hát ha Isten gyengének bizonyul ebben az összeütközésben. Sosem lehet azt tudni. Ez a két város itt nem kötelezi el magát Isten és Isten népe mellett. Ez a két város, ennek a lakói tulajdonképpen kizárják magukat az Isten népe közül. Nem fognak össze azokkal, akik éltük és helyettük is harcolnak, abban a bizonyosságban, hogy az az Isten, aki eddig ezt a nagy szabadítást adta, ettől a maradék seregtől már biztos meg fog minket szabadítani, de egyébként is megígérte. Tehát Gedeonékkal együtt bízunk ő benne, és hisszük, hogy igazat mondott. Nem. Hanem minden bizonytalan. Isten is bizonytalan. Az ő ígéretei is. Egyébként is kell az a kenyér nekünk is. Miért adnánk oda idegeneknek? Idegenek? Testvértörzs. Ugyanezt történik a másik várossal is, amit visszafelé szintén megbüntetnek. Ha személyes sérelem éri Isten gyermekét, akkor nincs határa a megbocsátásnak, a tűrésnek, a szelítségnek. De ha Istent gyalázza valaki, akkor az Isten gyalázó bűn önmagában hordozza a büntetését. Annak következménye lesz. Előbb vagy utóbb. Van olyan, hogy egy életen át gyalázhatja valaki Istent. Annak a legszörnyűbb következménye maga a kárhozat. Mert aki Isten nélkül tölti ezt a földi életet,
az Isten nélkül marad halála óráján is, meg utána is. És az Isten nélküli létet nevezi a Biblia kárhozatnak. És abba Isten nem belelöki az embert büntetésből, hanem ebbe az állapotba születünk bele. Innen akar kimenteni bennünket Isten. A János evangélium a harmadik részének az utolsó versében olyan élesen fogalmazza a Szentírás, aki hisz a fiúban, örök élete van annak. Aki azonban nem enged a fiúnak, Jézusnak, az Isten haragja marad rajta. Mi, mint lázadók jövünk a világra, az Isten haragja alá születünk. Az Isten haragját vette le rólunk Jézus Krisztus. Aki ezt hiszi és kijön onnan, és hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki azonban ragaszkodik ahhoz, hogy Isten nélkül akar élni, az ott marad az Isten haragja állapotában. Ennek a két városnak a magatartása komoly figyelmeztetés a számunkra. Mert nekik is fölkínálta Gedeon által Isten, hogy részt vehetnek ebben a szent harcban, hogy valami kicsivel ők is hozzájárulhatnak, és ezzel kifejezésre juttathatják, hogy ők is az Isten népének a nagy családjához tartoznak. De ők kivonták magukat ebből. Ők nem. Ők magukban, ők szépen kifőzték, hogy mi az, ami biztos lesz, nem kötelezik el magukat sem Isten, sem az ő népe mellett. És ennek feltétlenül következménye lesz. Isten nekünk is sokszor felkínálja az ő kegyelmét, és mint kegyelmet nyert hívőknek is sok-sok ajándékot felkínál. Kapva kapnunk kell mindig ezen. Aki vonakodik, aki megveti, az megtapasztalja azt, hogy az elfogadott kegyelem az új élet, a visszautasított kegyelem az ítélet. És elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak, és utána az ítélet. Ezt a három példát szerettem volna kiemelni ebből az igéből. Gedeon nem alkudott meg az ellenséggel, boldog az a hívő, aki nem alkuszik meg a bűnnel, a bűneivel soha. Gedeon egy ilyen helyzetben is félre tudott állni, hogy Isten és az ő ügye legyen nagy, és a többiek érdekében tudjon cselekedni. Aki azonban megátalkodottan szembe helyezkedik Istennel, az önmagára zúdítja Isten igazságos ítéletét. Még csak az, hadd említsem meg egyfajta epilógusként, hogy holnap lesz az aradi véltanúk emléknapja. És ezen azért néhány szempontból érdemes elgondolkoznunk. Mert az a 13 derék tábornok különböző felekezethez, különböző nemzetiséghez tartozott, egészen eltérő életkorúak voltak, de egy valami összefogta őket. Szerették a mi népünket és hazánkat, és mind halálig hűségesek maradtak a meggyőződésükhöz. Vajon ma, amikor annyi civakodás van köztünk, és engedjük, hogy mesterségesen is szítsák ezeket a civakodásokat, nem ez a feladatunk, hogy félretéve minden érzékenykedést a közös ügynek, a nép jövőjének rendeljünk alá minden egyebet, ami rajtunk áll, a magunk kiskörében, a magunk lehetőségei között. És ha Gedeon harcias történetéből ilyen fontos lelki üzeneteket is megértettünk, akkor tegyük föl azt a kérdést is, hogy vajon készek vagyunk-e mi bármit vállalni Jézus Krisztusért. Minket pillanatnyilag nem fenyeget az, hogy akár véltanú halált is kell vállalni. De azokat, akikhez János apostol a jelenések könyvét írta, ez fenyegette.
azért írta oda, hogy légy hű, mint halálig. Ott a mártírium szó van a Bibliában. A vértanú halálig is légy hű, és akkor néked adom az életnek koronáját. Isten tegyen készekké minket arra, hogy amit Jézusért vállalnunk kell, azt vállaljuk boldogan, és ne ilyen szukkótiakhoz hasonló, megalkuló, számítgató lelkület legyen bennünk, hanem az az elkötelezett, eltökélt, mindenre kész tanítványi lelkület, ami Jézusban is ott volt, aki hű volt mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Imádkozzunk! Istenünk, magasztalunk téged azért, mert nem arra biztattad Gedeont, hogy szedjék össze magukat és mindent beleadva győzzenek, hanem már a csata előtt azt ígérted nekik, hogy kezükbe adtad az ellenséget. Dicsőítünk téged, mert cselekvő Isten vagy. Magasztalunk azért, mert tőled indul ki minden. Olyan nagy kiváltság az Istenünk, hogyha a te kezedben lehetünk eszközökké. Könyörülj rajtunk, hogy ne féljünk ettől, hanem vágyakozzunk erre. Hisszük, hogy így bontakozna ki igazán teljes gazdagságában mindannyiunk élete. Így kerülnénk a helyünkre, így tudnánk helyesen gondolkozni és cselekedni, és azzal eltölteni ezt a rövid földi életet, amire adtad. Segíts ezt világosan meglátnunk, elfogadnunk és megvalósítanunk. Köszönjük, hogy te adod a győzelmet a lelki harcaink közepette is. Dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, a kereszten alatott győzelmedért. És köszönjük, hogy ez a bűn és ördög fölötti győzelmed hitáltal mindazoké lehet, akik bíznak benned. Hadd tartozzunk ezek közé mi is. Így hozzuk eléd sokféle harcunkat. Segíts a tisztátalan, nemtelen harcokat abba hagyni. És segíts a nemes harcot megharcolni. Mindvégig álhatatosan, benned bízva, rejád támaszkodva. Könyörgünk hozzád szeretteinkért, közelben és távolban. Bocsáss meg, hogy oly sokszor botránkoztattuk őket. Oly sok mindent nem kaptak meg tőlünk, amit pedig joggal váltak. Segíts ezen is változtatni. Kérünk, hogy a te újjáteremtő munkádat folytasd, végezd el mindannyiunkban. Hadd tudjunk mi mindig félreállni a te utadból, Jézus Krisztus. És hadd legyen egyre jellemzőbb rejánk a te szelítséged, a te alázatod, a te bölcsességed, a te békességed. Köszönjük, hogy minden gondunkat te rejád vethetjük, ami népünk jövőjét is, az evangélium ügyét is, mert neked gondod van rejánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt pedig énekeljünk egy hálaadó zsoltárt, ami Isten történelem irányító hatalmáról is szól, a 111. zsoltárt. A 111. zsoltár első 4 versét, hálát adok Uram néked, teljes szívből áldlak téged.
titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt, és mindenki iránt való szeretetben, hogy erőssé tegye szíveteket, fedhetetlenné a szentségben, ami Istenünk és Atyánk előtt. Amen.